1996-tól ezen az automata mérőállomáson mérik a különböző komponenseket, illetve a meteorológiai adatokat, amelyek a levegő minőségét befolyásolják Nyíregyházán. A minőség megállapításában egy ötös skála segíti a szakembereket. Megszületett egy ilyen ötös felosztás, hogy amikor az egészségügyi határérték 40%-áig kiváló a levegő minőség, 40-80% között jó, majd 100-120% között megfelelő, a felett szennyezett, illetve 200% felett erősen szennyezett. A nyíregyházi levegővédelmi terv adataiból kiderül, hogy 2008-ig elsősorban a közlekedés határozta meg a város levegő minőségét, majd 2008-tól a gázár változása miatt a lakossági fűtés is szerepet játszott az értékek változásában. Most jelenleg Nyíregyházán az évszaknak megfelelő, ha összességbe kellene mondani, akkor jó. Vannak olyan komponensek, mint a kén-dioxid vagy a szénmonoxid, ahol kiváló, az ózonnál és a nitrogén oxidoknál megfelelő, az összes többinél pedig jónak mondható. Az extrém melegnek köszönhetően az ózontartalom megnövekedett, jelenleg az egészségügyi határérték környékén áll. Egy-egy napon lépi túl a határértéket, de a szakember elmondása szerint nyáron ez a megszokott.